Nagyon sok szeretettel köszöntök, ismételtem mindenkit. Ma is egy ilyen picit ilyen téma, kifejtősebb, ilyen uh, hosszabb terjed, hát nem biztos, hogy hosszabb terjed, a lényeg az, hogy megint egy témát hoztam el ma nektek, és arról fog beszélni, vlogolni, tudod, videó, És uh, ismételten összeszégyellem magam, hogy ezt webkamerával veszem föl, illetve azért is, hogy nem az általam. szóval, hogy nem, 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 abba, a, nem olyan ruhába vagyok, ahol az én, ahol a good like rajta. mindegy, ez egy mellékes kérdés, még nincs is olyan polvon, de majd egyszer, hogyha lesz egy grafikusom, lesz, ugyanígy éppen egy grafikust keresek, goodlikevideokukacgmail.com, megfizetem. Na de mindegy, nem erről fogok, <laughs> nem erről fog most beszélni, hanem ö, egy témát akarok boncolgatni, mégpedig azt, hogy ö, miért sikeresek a YouTube-on ezek a próbáld meg kibírni nevetés nélkül című videók, illetve hogy miért nézik ezt ennyien, mert nagyon sokan mondják azt, hogy Hát, a nagyon egyszerű, halad, a legegyszerű. bejövő videót, behalod, leragálod, meg egyébként meg a reakció videók is. bejövő videót, leragálod, meg aztán rögzöl kettőt, az kilépsz, azt azonnal izé, megtekintések, meg ú, 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 hát ez nagyon nagy szégyen, halad ezt csinálni, az a legutolsó, halad, akkor, már, akkor már vége mindennek. ez egy porzalmasan felületes meglátás, szerintem, az én véleményem szerint. szóval szerintem ez egy nagyon felületes meglátás, és mi nekem kialakult gondolatmenetileg a az én kis fejemben, azt fogom veletek egyébként most megosztani. Picit, picit mélyebben így, így belegondolni az egészbe, hogy ugye miért nézi meg valaki azt, hogy egy általa követett, általa kedvelt videós fazon uh, megnéz egy videót, amin egyébként próbál, megpróbál nem nevetni, szóval valószínűleg egy vicces videót fog megnézni. Ez baromira egyszerű, pont azért népszerűek egyébként ezek a videók, mint a fai videók, szóval azért, mert a fai videók is népszerűek, ezek is népszerűek, illetve azért, mert a reakció videók is szözi, szóval kettő összetevődik. Szerintem két ága van annak, hogy ez, ez sok, ember ért, sok embert érdekelhet, és ezt sok ember megnézi. Az egyik ága az az, hogy alapvetően kíváncsi vagy arra, hogy mi van a videóban, szóval nem feltétlen csak a reakcióra vagy kíváncsi, nem feltétlenül csak a videósra vagy kíváncsi, hanem arra is kíváncsi vagy, hogy mi van abban a videóban, amit megpróbál nem nevetni, ugye? Szóval, hogy megnézed, hogy esetleg te mikor röhögöd el rajta uh, magad, is, ez, mivel ezek a videók ilyen 5-6-10 percesek, ezért úgy egyszer biztos, hogy lesz benne egy olyan némásod másodperces kis snip, ami esetleg a te humorérzékednek megfelel, uh, és erre kíváncsi vagy, hogy esetleg te hogy nem neveted el magad, már itt így a néző, hogy nem neveti el magát, és már csak ezért is szerintem baromira sokan rákattintanak, ahogy egyébként az esetek nagy többségeben én is rákattintok, mert kíváncsi vagyok, hogy az adott videós mondjuk mit választott ki, vagy éppen melyik videó, melyik, melyik ilyen összeállítást nézi, amint megpróbál ugye nem nevetni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy Alapvetően, hogyha egy YouTube csatornát üzeneltet valaki, üzemeltet valaki, akkor a nézővel kialakul egy ilyen egy ilyen felületes, bensőséges, ez egy ilyen két mondó szó egymás után, de hogy egy ilyen felületes, bensőséges viszony a videóssal szemben, mint néző szemszögéből. Ami azt jelenti, hogy mivel nekünk videó, mert most magamat veszem így példaként. Uh, nekem egy videót mondjuk megcsinálni, uh, nem, nem az, hogy mennyi munka, meg él, húf, nem, hanem hogy uh, nekem egy videót mondjuk felvenni, úgyhogy én itt most például beszélek veletek, az 20 perc, 20-30 perc uh, tegyük fel. 20-30 percet én végig beszélek valamiről, amiről, amit én gondolok, ami, amiben én uh, kompetensnek érzem magam, ami a fejembe jár, én azt megosztom veletek, ti pedig ezt megnézitek, ezt a 20 percet. Miután megnéztétek ezt a 20 percet, eldönthetitek, hogy, 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 hogy tetszett-e vagy egyetértetek-e velem, vagy nem értetek-e egyet velem. A lényeg az az, hogy láttok egy általatok egyébként félig idegen, félig meg nem idegen, erre is ki fogunk majd térni, embernek a véleményét, embernek a gondolatait, és um, általában egyébként régebben az volt, hogy az ilyen gondolatokat általában vagy barátokkal, vagy haverokkal, vagy családdal osztották meg az emberek, most már viszont nagy részben egyébként gyakran osztják meg YouTube-on számukra idegen emberekkel ezzel, hogy te így a monitor előtt ülve gyakorlatilag az én véleményemet hallgatod fél órán keresztül, vagy 20 percen keresztül, ezzel benned már kialakul egy olyan viszony, minthogyha mi, ugye, haverok lennénk. Mert hogy én megosztom veled a gondolataimat, te megnézel otthon, ezek belőled érzelmeket váltanak ki, ezek belőled gondolatokat váltanak ki, reagálnál rá, ugye, amit megteszel egyébként a komment szekcióba, viszont ez a kapcsolat, ez általában egyébként ki is szokott itt merülni, hogy te a komment szekcióban véleményezel egyet, és utána pedig arra valószínűleg nem kapsz választ. Nem azért nem kapsz választ, mert én ilyen bunkóparaszt vagyok egyébként, és nem válaszolok senkinek, és egyébként is nyasgem. Nem, hanem azért, mert nem csak egyedül te vagy ilyen egyén, aki a véleményét megosztja ugyanígy a komment szekcióba, hanem van mondjuk rajtad kívül még száz ember is, és ezekre mindegyik végolvasni, meg reagálni, meg válaszolni, meg stb. De rengeteg idő és rengeteg ilyen, ilyen, ilyen furcsa dolog. Így egyébként nem csak nálam, hanem, hanem a videósoknak a száz százalékánál ki lehet jelenteni, az van, hogy én elmondom az én véleményemet, az én álláspontomat, te pedig reagálhatsz rá komment szekcióba, és az onnantól kezdve annak ott vége van, annak a beszélgetésnek, idézőjelesen. Ezt leteszem, mert most már nagyon sok ideje csesztetem. Szóval, hogy ennek a beszélgetésnek ott vége van. Te is kiadtad magadból, én is kiadtam magamból, mindenki megy tovább a saját dolgára. Ugye természetesen egyébként ezek nagy részben csak azoknál a videósoknál vannak, akik így a véleményüket így fel is vállalják meg, hogy így arról csinálnak videót, nem pedig mit tudom én, nem tudom, gameplay-eznek úgy, hogy csak a játékról beszélnek, hanem úgy szoktak csinálni ilyen, ilyen, ilyen véleményes videókat is. Na de hogy ne térjünk el abszolút a teljes mértékben a tárgytól, visszatérve így, a, így a, így a próbálj meg nem nevetni videókról, ugye? Mivel kialakult ez, a, ez az által, ez a néző által gondolt ilyen fél-haveri viszony, Uh, egyébként akkor is kialakul, ugye azért Al alakul ki, mert hogy ugye én dumálok, és hogy ő ezt hallgatja, és hogy minthogyha, de hogy ha például mondjuk egyetért vele, vagy ellenkezik vele, akkor is kialakul, mert hogy úgy értitek. Na mindegy, ez egy hosszabb téma. A lényeg az az, hogy kialakult ez a félhaveri viszony, ami azt jelenti, hogyha mondjuk tőlem megnézel, mondjuk szerintem az én csatornában fönt van, mit tudom én, legalább ilyen 15-20 órányi olyan videó, amiben én a véleményemet mondom el, azért 15-20 órányi ilyen videó után azért már az ember nézőként jobban, jogosan gondolhatja azt, hogy, hogy köztünk kialakult ez a viszony, és jogosan gondolhatja azt, hogy ő már ismer engem viszonylag. Na most mivel ez kialakult a nézőben, és én feltöltök egy olyan videót, ahol megnézem azt, hogy Ragad, csak hát egy olyan videót, hogy próbálj meg nem nevetni. Olyankor Gyakorlatilag te kíváncsi vagy arra, mint néző, szóval a néző kíváncsi arra, hogy az általa kedvelt, az általa ilyen félhavernak tartott ilyen, ilyen értitek ember, aki ott ül a kamer előtt és videót csinál, hol neveti el magát. Mert egyébként én például úgy vagyok, baráti társaságokban, meg én például úgy vagyok a, a barátaim között, vagy bárhol, hogy akit én kedvelek, meg akit, aki nekem szimpatikus, meg ilyesmi, annál azért érdekel, hogy például, majd, hogyha látom röhögni, akkor mondjuk, egy érdeke hogy miért röhögött, kettő pedig jó érzés, vagy szóval ilyen pozitív uh, hormonokat, endorfinokat vált ki az ember szervezetéből azt, hogyha egy által a kedvelt embert lát a röhögni, nem véletlenül van az, hogy megosztjuk egymással, megosztjuk a barátainkkal, meg megosztjuk mondjuk a Facebook oldalunkon a viccesnek tartott videókat, és nem véletlenül van az, hogy hogy várjuk a reakciót, meg várjuk az XD-t, meg várjuk a, a sírva-röhögő smileyt, ugye? Mert jól esik az embernek az, és ez egyébként tudományosan bizonyított tény, hogy jól esik az embernek az, akármennyire is egy degenerált barom, hogy, hogy az másiknak mondjuk... Érted, szóval, hogy a másik nevessen azon, amit, amit, amit ő mutatott neki, és ez is egy ilyen pozitív érzet. Nem én csináltam azt a videót, amire egyébként én csinálom ezt a, ezt a, hogy hívják ott, ezt a, a reakciót dolgot, mikor nem nevetem el magam. Nem én csináltam azokat a videókat, ahol elesnek emberek, meg ahol ez meg az pókemberek egymás segére csapnak, de viszont én mutatom nektek, félig meddig, és nektek meg ez örömet, értitek, hogy úgy, 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 ha nek ha, hogy mondjam, hogyha ti röhögtök rajta, mert én röhögtem rajta, akkor viszont az nekem is egy ilyen örömforrás, és egy ilyen boldogság hormon ter. termel bennem, hogy ti is röhögtetek azon, és odaírtátok, hogy mit 3.2.04 XD. Szóval, hogy ez egy ilyen <coughs> abszolút egy kölcsönös viszony, és, és még az előző gondolatmenethez, ugye, hogy, hogyha ugye kialakult ez a félhaveri viszony, és látod azt, hogy én föltöltök, vagy mondjuk más videós feltölt egy ilyen próbál még nem nevetni videót, akkor ugye egy figyeled ugye azt, amit mondtam már az elején, hogy, hogy milyen videót néz meg, te mikor röhögöd el magad. Kettő pedig, hogyha az általad havernak tekintett videós, ilyen félhavernak tekintett videós röhög, akkor az benned is öröm forrást fog okozni, pontosan azért, mert ki van alakulva köztetek, ez az igaz, hogy egyirányú, viszont mégiscsak egy ilyen, egy ilyen haveri, egy ilyen, egy ilyen bizalmi kapcsolat gyakorlatilag, és mivel ez a kapcsolat ki van alakulva közöttetek, ezért nevetni fogsz, vagy, vagy legalábbis örömhormonokat fog benned is terjed, benned is így gerjeszteni az, hogyha látod az adott videóst röhögni. Nem véletlenül van az például egyébként szerintem, hogy az ilyen röhögős gameplayek, meg hogy ezek a, a amikor, amikor effektíve szóra valaki, és, és ezt tölti föl, és ezt osztja meg, akkor nem véletlenül van az, hogy azt például több ember látja, hogy több ember megnézi, mert szimplán, hogyha kialakult már ez a videós per nézői félhaveri viszony, ilyenkor úgy, úgy te is örülsz, hogyha látsz egy embert, aki örül és azt az embert mondjuk te például pont kedveled, meg követed, meg mondjuk egyetértettél vele egyszer már, vagy egyszer már más véleményen voltál, viszont, viszont kifejtetted a véleményedet te is, és megmondhattad neki, és vagy reagált rá, vagy nem, de hogy úgy, 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 érted, hogy úgy megvan ez a kontakt. Félig, ugye? Mert hogy mondom, mert én jelen pillanatban itt ülök egy kamera előtt, és nem látom egyikőtöket sem, aki ezt a videót nézi, viszont ti meg ültök a gép előtt, és láttok engem, és én egyedül vagyok, ti meg sokan, valószínűleg. Um, szóval ennyi. Az egésznek szerintem úgy ennyi, a, ennyi az egész háttere, hogy, hogy, így örülök, hogyha látok egy általam kedvelt embert örülni, és így és a próbálj meg nem nevetni videóknak, meg általában az a vége, hogy valaki elneveti magát, és hogyha elnevette magát, akkor örülök annak, hogy elnevette magát. Szóval hogy hogy de értitek. Na mindegy, uh, igazából nem is akarom nagyon túlhúzni ezt a, ezt a dolgot, viszonylag értelmes ember időben, időben be is sikerült fejezni, 11 perc, 11 és fél perc hibátlan. Na mindegy, én köszönöm szépen a figyelmet, Um, találkozunk majd a következő videóban, ha jól tudom, akkor most éppen fut egy nyereményjáték a csatornán, ami azt szerint nyerhettek egy egeret, mert rásül ezt a rivál 700-as egeret a Pixel jó voltából. Um, azt az előző videóban szól a nyereményjáték cím videóban, nézzétek meg a részleteit és uh, találkozunk egy ilyen videóban, illetve ennek a videónak a komment szekciójában írjátok le, hogy milyen témával kapcsolatosan lenne még esetleg... Um, milyen témával kapcsolatosan lennétek esetleg még kíváncsiak az én véleményemre, és, és igyekszem arról is picit így összeszedni a gondolataimat, és beszélni nektek egy pár percet. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, minden év linket legyen az g 2 első a Facebook oldalam vagy az Instagram oldalam, stb. stb. meg megtaláltok a leírásban, és ha még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel. Szevasztok!